Tomás Doll és Ralf Cumdik után újabb német szakember érkezett a Ferencvároshoz. Theo Schneider a Borussia Dortmund után a Fradinál is együtt dolgozik majd Dollékkal, feladata pedig az utánpótlás munka vezetése lesz. Schneider több olyan játékossal is foglalkozott a dortmundi korosztályos együtteseknél, akik német válogatottságig vitték. Hétfőtől pedig már a Fradi profitálhat szakmai tudásából. Ich muss mir erstmal hier Eindrücke verschaffen, ich muss mir die Mannschaften anschauen, ich muss schauen, wie der Leistungsstandard ist, wie gearbeitet. Először meg kell ismerkednem a környezettel, a csapatokkal, a teljesítménybeli elvárásokkal és a munkamódszerekkel. Nagyon megleptek az itteni lehetőségek. Az első napokat a profikkal töltöm, majd a jövő héten kezdjük a munkát az utánpótlásban. Nagyon jó a színvonal. Össze kell hangolnunk az elképzeléseinket, és reméljük, hogy a következő években rendkívül sikeres utánpótlás nevelést folytathatunk. Und dann hoffen wir, dass wir hier in den nächsten Jahren erfolgreiche Nachwuchsarbeit leisten können. Das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft. Die spielen mit 17. Az U21-es csapatunk nagyon fiatal. 17-18-19 éves fiatalok játszanak olyan együttesek ellen, ahol nagyrészt idősebbek a futbolisták. Itt az eredmény nem annyira fontos, sokkal lényegesebb, hogy a játékosok tapasztalatot gyűjtsenek erősebb, atletikusabb játékosokkal szemben is. Olyan rendszert akarunk kiépíteni, amelyben nagyon intenzív munkával, technikailag és taktikailag is fejlesztjük a játékosokat. Láttam a fiatalokat, többek között Popov Patrikot, Haris Attilát, akik most kerültek fel a profi csapatba. Ők kivételes játékosok, de kemény edzések segítségével, hosszú célirányos munkával minden játékost lehet fejleszteni. Ebben az évben és a következő esztendőkben is az a fő célunk, hogy a magyar fiatalokat a profi keretig vezessük.